A Kisvárda 2 elleni gól nélküli döntetlen után a tabella harmadik harmadában álló Ceglédet fogadta a Sényő. Már a papírforma a hazaiak mellett szólt, gólt ezúttal sem láthattak a szurkolók, így a 17. fordulóban egy ponttal gazdagodott az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított csapat. Tipikus X-es mérkőzés volt, sajnos nem nagyon borogtak veszélybe a kapuk se itt se ott, inkább mezőny játék folyt. Ugye értékelni kéne a meccset, akkor az első fél idő az inkább a Ceglédé volt, inkább ők domináltak. Második fél időben már nagyobb erőket mozgósítottunk ahhoz, hogy esetleg gólt szerezzünk, de sajnos nem jött össze. A Sényűiekhez kapcsolódó hír, hogy Pál Zsombor az elmúlt héten meghívót kapott az ifjúsági válogatott edzőtáborába, és a kötelező vírusteszt után el is utazott Telkibe. Első nap én csak a szobámba lehettem, de a többieknek délután volt egy edzés. Este még mindenkinek egyesével le kellett ülni, a két edzővel beszélgetni. Ebben délelőtt délután volt edzés, a szerda délelőtt lett volna egy mérkőzés, de az ellenfélbe sokat mutatták, hogy koronásuk, így elmaradt, és csak egy edzés volt. Mint Fiumei Viktor elmondta, nem mindennapos dolog, hogy egy NB3-as csapatból hívnak be valakit a válogatott keretbe. Edzőknek, vezetőknek, mindenkinek ez óriási megtiszteltetés, és nagyon jó dolog, hogy az egyik játékosunk, ugye, ő pedig még a legfiatalabb a csapatba, de úgy gondolom, hogy már letette a névjegyét itt a felnőtt fociba, folyamatosan játék lehetőséget kap, amivel azért él is, ugye gólokat is szerzett, úgyhogy reméljük, hogy ez a dolog állandósulni fog, és minél több meghívót fog kapni majd az elkövetkezendő időben. Az NB3 keleti csoportjának tabelláját a Tiszakicske vezeti 43 ponttal, a Sényű 28 ponttal a negyedik helyen várja szombati tiszakicskei vendégjátékát.